Volt, aki felére csökkentette az éves díját, december 1-ig válthattak biztosítót azok, akik 2010 előtt vásárolták gépjárművüket. A biztosítási alkuszok azt mondják, idén is sokan felkeresték az irodákat egy-egy olcsóbb szerződés megkötésének reményében. Az általunk megkérdezett halasi autósok többsége éves szinten akár 5-10 ezer forintot is tudott spórolni a megfelelő biztosítók kiválasztásával. Azoknak az autótulajdonosoknak, akiknek forduló napjuk január 1-én esedékes, az elmúlt hétvégéig kellett dönteniük arról, változtatnak-e korábbi gépjármű kötelező biztosításukon. A kiskunhalasi biztosítási alkuszok azt mondják, idén is sokan váltottak biztosítót, ám akadtak, akik a minimális spórolás miatt nem akartak feleslegesen ügyet intézni. Azoknak zajlott le mindez, akiknek az évfordulójuk január 1. Akik 2010 előtt vásároltak autót, őnekik egységesen január 1 az évfordulójuk. Ha ők szerették volna a biztosításukat felmondani, vagy a biztosító nekik felmondani, mert természetesen ilyen is volt, akkor a mindkét félnek egymáshoz minimum évforduló előtt 30 nappal már értesíteni kell. 10.000 forint alatt rengeteg szerződés jött létre, és sokan ezért úgy gondolták, hogy nem ér annyit a fáradtság, hogy ezt a pár száz forinttal előrébb. Azoknak is érdemes figyelniük, akiknek az elkövetkező hónapokban lesz esedékes a biztosítás megkötése. Akik 2010 után vásároltak járművet, az ő évfordulójuk az első szerződésük megkötésének a napja. Természetesen ő rájuk ezután is vonatkozik, hogy évforduló előtt 30 nap, minimum 30 nappal már a felmondásukat tegyék meg. Tehát akinek évközben valamelyik hónap, valamelyik nap az évforduló, rájuk ugyanúgy vonatkozik. Az általunk megkérdezett autósok többsége az olcsóbb árak miatt a váltás mellett döntött. A korábbi években nagyon nagy volt, ilyen 20 ezer forint, mert ugye fiatal vagyok, de most már kevesebb lett, talán 15-10 ezer forint körül. Váltani nem váltottunk, csak egy ugyanannál a biztosítónál egy jobb konstrukcióra cserélték nekem, ahogy bementem. Egy évben 5 ezer forintot takarítottam meg így ezzel, úgyhogy most 10.200 forint között van az éves biztosításom. Nem érdekelt az, hogy most föl kell bontani, vagy nem kell fölbontani, mert az eredeti biztosítóm, ami volt, az meg akarta hagyni azt az árat. Ezért eljöttünk. Egész éve olyan 7.000 forintot, 7-8.000 forint között, annyival olcsóbb lett. A tapasztalatok szerint az autósok többsége akár több ezer forintot is megspórolhatott a megfelelő kötelező biztosítás megkötésével. Advent első vasárnapján a tavalyi kezdeményezést folytatva műsoros est várta az érdeklődőket a főtéri zenepavilonnál. Tegnap késő délután a Katolikus Egyház halasi gyülekezete dr. Finta József vezetésével, valamint a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógus Kórus adott elő az ünnepváráshoz, az adventi időszakhoz kapcsolódó tartalmas műsort. A csapadékos hűvös időjárás ellenére közel 500 érdeklődő előtt gyulladt fel a zene pavilon első szimbolikus gyertyája. A tervek szerint karácsonyig minden vasárnap 5 órakor lesz a zene pavilonnál adventi program. Havas reggelre ébredt halas. A városüzemeltetés már reggel 6 órakor elkezdte a városközpont tisztítását. Az önkormányzatnál azt kérik, havazás és ónos eső esetén a lakosság is gondoskodjon a járdák járhatóvá tételéről, és a közlekedésnél is vegyék figyelembe a megváltozott útviszonyokat. Előkerültek a hólapátok, egy kis ízelítőt kapott halas a télből, aminek talán a gyerekek örültek a legjobban. 100% jó, a hó esik. Gyerekek akkor tudnak szánkolni, jó, öröm van, minden. Tudnak játszani egy kis kikapcsolódás, stb. Ez egy jó a gyerekek. Nem kőeső itt van. Csak hó. Hétvégére legyen. Tudunk dolgozni. A téli időjárással szemben az önkormányzatnak és a lakosságnak közösen kell felvenni a harcot, és járhatóvá tenni az utakat, járdákat. A kézisíkosságmentesítés már gyakorlatilag 1 centi hó lehullását követően el kell, hogy induljon. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a éjszaka elkezd hullani a hó, és elér az 1 centit akkor, hanem a reggeli órákban korábban bejönnek, ilyenkor 5 órakor, illetve 6 órakor elkezdik a síkosságmentesítést a dolgozók. Illetve a gépi síkosságmentesítés, mivel a technika az olyan, hogy a kis hó mennyiséget még nem tudjuk eltolni az utakról, ez legalább 5-6 centinek el kell érni ahhoz a hóvastagságot, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. A lakosságnak a havazás és az ónos eső elálltát követően 24 órán belül meg kell tisztítani az ingatlanjaik előtti járdaszakaszokat.
Helyi rendeletünk a szabályozza, hogy kinek mi a feladata, a úttestek rendbetartása, a síkosságmentesítése az a város feladata, valamint a parkokon átmenő utak. Az ingatlanok előtt lévő járdaszakaszoknál ott a lakosság feladata, illetve az üzlet tulajdonosok feladata az eltakarítás. Itt, ami nagyon fontos, hogy sózni nem szabad. Tehát az tilos, azt mindenféleképpen mellőzni kell. Itt a söprés mellett olyan érdesítőanyagot kell használni, ami környezetbarát, olyat, ami kárt nem okoz a környezetbe. Az önkormányzat a járdák tisztítása mellett azt is kéri, hogy a lakosság vegye figyelembe a téli útviszonyokat, és ennek megfelelően közlekedjen. A gyalog közlekedők figyelmét arra hívnám föl, megfelelő minőségű, illetve talprecézettségű lábbelit vegyenek föl. Ilyenkor érdemes kerülni a tűsarkú cipellőt, amiben baleset, illetve botlás veszély alakulhat ki, főleg az ilyen csúszós időjárásban. Illetve szeretném kérni, hogy aki kerékpárral, illetve motorkerékpárral indul útnak, az gondolja meg, illetve reggel tekintsen ki, hogy milyen időjárás van, milyen útviszonyok vannak, és ezen közlekedési eszközök helyett inkább válassza a tömegközlekedést. Az előrejelzések szerint a hétvégén újabb havazás várható. Erről a városüzemeltetésnél dolgozók is hallottak. Lesz még hol. Ezen a héten is lesz. Már be is rendeltek minket szombat-vasárnap. Noha nemrég még úgy volt, mégsem kerül át állami fenntartásba a Ne felejts otthon. Az intézménynek 27 bentlakója van, de emellett többféle tevékenységet végeznek. Épp a sokszínűség miatt nem kerül sor az állami átvételre. Szeretem, mert hogy ma nagyon régóta sok segítséget nyújt nekem az intézmény, és nagyon sok engedmény is van, amit esetleg valahol máshol segítség nélkül nem igazából tudnám megoldani. A csökkent munkaképességű keresetem miatt sem, mert hogy ahhoz, hogy valaki önálló életet éljen, ahhoz valójában nem ennyit kell keresni, mint ami havonta nekem bejön. Kis Tivadar 17 éve lakik a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ fogyatékos személyek otthonában, ismertebb nevén a Ne felejts otthonban. Azt mondja, szeret itt lenni, és nem is nagyon tudja elképzelni, hogyan tudná másként megoldani az életét. Nemrég még úgy volt, hogy az intézmény átkerül állami fenntartásba, ám most arra kiderült, hogy ez mégsem történik meg. 2012 nyarán a kormány azt tervezte, hogy az összes fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg szakosított ellátást 2013. január 1-től állami kézbe, állami működtetésbe veszi. Múlt hét hétfőn hozta meg az országgyűlés a döntését, miszerint a 110 pár intézmény közül 42-t fog állami kézbe venni, ezek a nagyobb megyei intézmények és a fővárosi önkormányzat intézményei. Ebből a kiskolasi fogyatékos otthon kimaradt, így 2013. január 1-től és az önkormányzat működtetése alatt fogunk működni. A Ne felejts otthonnak 27 bentlakója van. Szinte úgy telik az életük, mint bárki másé. Napközben például dolgoznak. 2000-ben jöttem ide. 2000 nyarán. Hogyan telnek itt a napok? Mit csinálna? Hát reggel felkelünk, megvan a pontos idő, reggel 6-kor kelünk, reggel 4-8-tól, vagy 4-8, 5-8 mikor, hogy, 8 óráig, utána akik a Balcsiba dolgoznak, azok, hogy hibáltoznak, elmennek dolgozni, és mi megmaradunk, mi itt más dolgozunk. Amint tetszik látni, most éppen ilyen fűzért készítünk. Az intézmény többféle tevékenységet lát el, ezért sem kerülnek át most állami működtetésbe. Nagyon sokféle dolgot végzünk ezen a telephelyen. Ugye egy 27 fős bentlakásos intézmény működik a Ne felejts utca 9-ben, ez mellett szociális foglalkoztatás működik és támogató szolgálatot üzemeltetünk ezen a telephelyen, és ugye a kormánynak az volt a szándéka, hogy a tiszta profilú intézményeket veszi át, így ezek az összetettebb feladatot ellátó, egy telephelyen működő intézmények kimaradtak ebből a körből. Folyt a vér ma délelőtt a Halasi Művelődési Házban. Minden hónap első szerdáján tartanak itt véradást. A sokszoros véradókat a napokban köszöntötték. Az idei évben sok sikeres véradó akciót tartottak a Vöröskereszt szervezésével. A vérüket adják, hogy másokon segíthessenek. Az idei év utolsó véradását tartották a Halasi Művelődési Központban.
Fontos, hogy az évvégi ünnepek tájékán is elég rendelkezésre álló vér legyen. Halas és környéke jelenleg 90%-ban már teljesítette az éves előirányzatot, vagyis a 3395 egységet. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente körülbelül 500 ezer egység vérre van szükség. Ehhez évente közel 500 000 önkéntes véradomány kell. Még hátra van 8 véradásunk ebben a hónapban. Itt a kiskolasi közösségek házán kívül még Kiskolason lehet 20-án a kórházban adni a szokásos véradóállomás előtti váróban, illetve még közel van Pirtót, ott 10-én lehet vért adni délelőtt a művelődési házban, valamint 10-én délután a hídgyülekezeteinek az épületében lehet még vért adni, aki így módon szeretne embertársainak segíteni. Egy igen pici mínuszban vagyunk a tervezethez képest, 150-nel vagyunk lemaradva a tervhez képest, de ez így a 90%-os teljesítésünk megvan. Köszönhető ez annak, hogy a középiskolások véradásai jól sikerültek, tehát sok új véradót sikerült bevonzanunk. A technikum és a Bibó, illetve a Vári Szabó középiskolások új véradóival. A munkahelyeken sajnos nem nagyon tolerálják a véradók a hiányzását, ezért a lemaradásunkat ennek tudhatjuk be. Halason sok rendszeres véradó van. Ők az évek folyamán számtalan bajba jutott embernek tudtak segíteni a vérükkel. Szerintem 2-3 havi kontroll állandóan, az emberre bármi van, hát meg az embertársaknak a segítése. Az is egy másodlagos szempont. Mióta véradó és milyen rendszerességgel szokott jönni? Hát ez jó kérdés. Azt hiszem 1977 óta, és hát két havonta, évente 4-et. 3 havonta, 2 havonta, ahogy sikerül. Úgyhogy most már 123-4 körül vagyok, úgyhogy és már lassan majd befejezem egy 10 év múlva. Először 1954. november 27-én adományozta kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. A Magyar Vöröskereszt javaslatára 1988-tól kezdődően november 27-e a véradók napja. A térség véradói idén is elismerésekben részesültek ez alkalomból. Nem olyan régen alapították ezt a Provita díjat, ami az összes megyének a legmagasabb véradás száma rendelkező véradói kapnak Budapesten, és mi már harmadik alkalommal Kiskunhalas véradó képviselte, illetve kapta a Provita díjat. Először Pásztor Mihály úr, utána Posztobányi László, és az idén pedig Pásztor József vehette át ezt a Tudományos Akadémiának a Társadalomkutató Intézetében ezt a szép díjat. Azon kívül a megyei ünnepségen Kiskunhalas területéről Eke István Pirtói, Cibolya Ernő, Zsebi Mihály, János Halmi véradók és Szántó József Csólyospálosi véradó vehetett, tehát magas számú véradásáért kitüntetés. De természetesen ilyenkor nem csak ezeket a magas véradószámmal rendelkező véradókat illet meg köszönet, hanem mindenkit, aki akár egyszer-kétszer adott életében vért, őket is. Ünnepi fényeket kapott Mikulásra Halas lakossága, felkapcsolták a város központjában az évvégi díszvilágítást. Már évek óta hagyomány van ennek Halason. A hétvégén a zenepavilonnál már felgyulladt az első adventi gyertya, most pedig felkapcsolták az egész díszvilágítást. Az idén a tavainál valamivel szerényebbek a fények, mivel nem tettek minden korábban megszokott helyre fényfüzéreket. A tervek szerint a halasiak egészen vízkeresztig gyönyörködhetnek a fényekben. Javában tart a költözködés a Halasi Városházán, több hivatalnokot már az új irodájában lehet elérni. Az ügyfeleknek célszerű a portán érdeklődni arról, hogy kit hol találnak. A városi rendészet például a volt több irodákba költözött. Egyik irodából a másikba szállítják a bútorokat, no meg a rengeteg aktát a polgármesteri hivatalban. Már 2 hete tart a csomagolás és a költözködés. Ebbe a helyiségbe jönnek, költöznek az anyakönyvvezetők, illetve a mellettük lévőbe a hagyatékügyi intéző. Itt volt eddig a művelődés? Itt volt eddig a művelődési osztály. A költözködés oka, hogy a járási hivatalnak szabaddá kell tenni a régi városháza épületét. Az átpakolást az igazgatási szünet kezdetéig, vagyis december 21-ig szeretnék befejezni. Így nincs sok ideje a hivatalnokoknak. Van, aki még a régi szobájában csomagol, és van, aki már az új irodáját rendezi.
Folyamatosan költözünk, mert két hete, ugye mindenki tudja, hogy 2013. január 1-től felállnak a járási hivatalok. Itt Kiskunhalas városban a Köztársaság utca egy szám alatt lévő kisvárosházában kerül kialakításra a járási hivatal, ezért az ott található építéshatósági csoportot, rendészeti csoportot, adócsoportot, a kistérségi társulást a nagy főépületbe kell elhelyezni, ezért folyamatosan újra kellett kitalálni, hogy melyik csoport, melyik osztály hova költözzön. Hát ez bonyolódik most már két hete, és hát nagyon szeretnénk, hogy ez az ünnepekre meg is oldódjon, mindenki a helyére kerüljön. A költözők között van a városi rendészet is. Őket a jövő héttől már az új helyükön lehet elérni. A városi rendészet az úgy ismeretes, hogy a régi tövnek a helyét kapta meg. Ez a Városház utca felől van a bejárat, egy kis udvaron kell bejönni, és olyan, mintha a nevelési tanácsadóhoz kellene fölmenni, csak mi lent vagyunk itt a földszinten. Itt kaptunk három helyiséget, ennek a berendezése most folyik. Alapvetően a mai nap és a holnapi nap fog zajlani a költözés. Jövő héttől már biztos, hogy itt tudjuk fogadni az ügyfeleket zökkenőmentesen. Valószínűleg idő kell majd ahhoz, hogy mindenki megtanulja, hogy ezentúl kit melyik irodában talál meg. Azt javasolják az ügyfeleknek, a Városháza portáján érdeklődjenek. A portán az ügyfélszolgálaton feltétlenül kérdezzék meg, ne meg szokásból induljanak el a megfelelő osztályt megkeresni, de egyébként majd segítünk táblákat is kitenni, hogy megtalálják, mert elmondani sem egyszerű, hogy ki hova költözik, tehát az adott csoport költözik például a szociális, jelenlegi szociális osztály helyére, az építési hatósági csoport majd a nevelési tanácsadó helyére, a művelődési osztály a volt alpolgármesteri irodahelyére, a pénzügyi osztály is elköltözött, az ellenőrzési osztályunk is kevesebb irodát foglal most már el. Így ezt nehéz megjegyezni is, de próbáljuk segíteni az ügyfeleket. Énekkel és tánccal fogadták a nagyszakállút. Évek óta hagyomány a Bobita óvodában, hogy a német nemzetiségi csoportokhoz december 6-án ellátogat Nikolausza, német anyanyelvű Mikulás. Idén a gyerekek már hosszú hetekkel ezelőtt elkezdték a nagy találkozásra való felkészülést. Ez az idő alatt betanult műsorokat mutattak be, amit a Télapó ajándékokkal hálált meg. Nikolaus, Nikolaus, Bukke, Pak, Schenken, Sass, Aus, Weinen, Pak. Német nyelvű dalokkal és versekkel köszöntötték a Mikulást a Bóbita óvodában. A nagyszakállú évek óta visszatérő vendége az intézménynek. A gyerekek nagy izgatottsággal várták Nikolauszt, a német Mikulást, hiszen a nagyobbak már tudják, hogy minden évben ellátogat hozzánk, hiszen mi német nemzetiségi csoport vagyunk, és ilyen kedves ő, hogy ilyen hosszú utat megtesz, és a gyerekeinket neki ilyen nagy örömöt szerez. Minden kisgyerek számára egy nagy talány, rejtély, titok, és különösen, ha Németországból érkezik, ha idegen nyelven beszél, akkor különlegesen titokzatos. A kicsik megszokott módon műsorral kedveskedtek a német Télapónak. Ki látogatott el most hozzátok? A Mikulás. És hogyan fogadtátok őt? Mivel fogadtátok? Tánccal. Nikolaus egy-egy nagy csomag ajándékkal köszönte meg a produkciókat. Ein Geschenk für die ganze Gruppe. Ja, bitte. Ez a hagyomány annak idején a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésében indult el. Schindler Árpád elnök minden évben megtekinti a kedves ünnepséget. Nem is igazán az a fontos manapság már, hogy mi miért tartjuk fontosnak, hanem azt, hogy a szülők és a pedagógusok, a gyerekek miért élvezik ezt és miért szeretik. Tehát egyértelműen, ahogy itt végignéztük a műsort, a nyelvtanulás és a német nyelven, vagyis a más nyelven való megszólalás az, ami plusz élményt ad a gyereknek és tapasztalatot. Talán egy kis motivációt adhat a Mikulás, talán a német nyelvű Mikulás, erre készülnek a gyerekek több hónapja, és hát meg is látszik, hogy nagyon, nagyon ragad rájuk a nyelv, úgyhogy biztos, hogy hasznukra válik. A Mikulásnak még sok gyermekhez kellett ellátogatnia, így nem tudott sok időt az óvodában tölteni, de a gyermekek már is azt várják, mikor tér újra vissza hozzájuk. A Mikulás ma délután útján bejtette a Halasi Semmelweis kórházat is. Sok gyerek izgalommal várta a nagyszakállú jöttét.
Az egészségügyi intézményben hagyománya van annak, hogy a dolgozók gyermekei Mikulás ünnepségen vesznek részt a szakrendelő emeletén. A programon a református kollégium központi általános iskolájának a tanulói léptek fel. A fővárosba utaznak a csipkék, szombaton a Kossuth klubban lehet bepillantani a halasi csipke készítés 110 éves titkába. Lesz többek között gyermekfoglalkozás és beszélgetés, és egy csipkébe tervezett álomruha bemutatója. A csipke mellett a halasi ételeket is meg lehet majd kóstolni. December 13-ától pedig az Iparművészeti Múzeum ad otthont a csipkéknek, Cérnába szőtt évszázad címmel. Újabb segélyakció szerveződik Csorvási Andrea gyógyulásának érdekében. Mint arról október elején beszámoltunk, a halasi lány súlyos betegséggel küzd, és egyetlen reménye egy müncheni kezelésben van. Andi már a német klinikán van, idehaza pedig két vállalkozás is felajánlotta neki a segítségét. Mikor legjobb család a világ. Meggyógyulsz. Csorvási Andrea történetét október elején mutattuk be nézőinknek. A halasi lány súlyos betegsége miatt külföldi gyógykezelésre várt, ehhez volt szükség az anyagi segítségre. Nagyon sokan adakoztak Andinak, akitől most jó híreket kaptunk. Kint van Münchenben, és kezeléseken vesz részt. Most már sokkal jobban érzem magam, sugárkezelésen és kemoterápiát is kapok egybe, de azért sokkal jobban vagyok, már nem is szedek fájdalomcsillapítókat. Étvágy? Étvágyam az jó, csak most annyi problémám van, hogy a kemoterápia ilyen sebeket csinált a számba, és azért nem bírok enni igazából, de ez azért, ezt lehet könnyen kezelni. Honvágy? Hazafele? Az a legrosszabb, az a legnagyobb. Az a legnagyobb. De már nem sok van. Csorvási Andrea testvére Marian és párja Benő interneten tartják kapcsolatot szerettükkel, aki hamarosan hazatérhet. Mint megtudtuk, azért újabb kezelésekre van szükség. Hihetetlen összefogás volt Kiskunhalason, ahhoz képest, hogy ilyen kis város. Nagyon, nagyon nagy az összefogás, és rengetegen segítettek, ismeretlenek is. Sajnos most még kemót kellene neki kapnia, viszont az újabb költség, ugye kint ilyen 4-5 euróról beszélgetnek, és hát erre nincs meg az anyagi fedezet, úgyhogy még most kellene még nagyon az összefogás. Igen. Úgy tűnik, hogy van megoldás. Az idén 125 éves Sóstó Csárda a család segítségére siet. Halas televízióban ismerkedtem meg, láttam egy riportot, amivel Andreának a története volt benne, és ugye én már évek óta a Sóstó Csárda teraszán december 24-én látványhalászlé főzés van, és úgy gondoltuk, hogy aki ezen napon kilátogat hozzánk és vásárol halászlevet, az Andrának a gyógyulásához hozzájárul, mert ebből próbálunk az Andrának segíteni. A kezdeményezéshez csatlakozott a helyi Fiat márka kereskedés is. Az elmúlt években a karácsonyi újévi protokollra szánt összeget mindig inkább egy nemesebb célra fordítjuk, de ebben az évben is ebben volt iskola, óvoda, főként gyermekeknek adtuk ezt az összeget. Az idei évben Takács József barátom, akivel egyébként is van évközben több rendezvényünk a Sóstó Csárda, illetve a Fiattal közösen. Tőle jött az ötlet és a javaslat, hogy az idei évben segítsünk ennek a beteg kislánynak. Én úgy gondolom, hogy ez még a szokásostól is eltérő ilyen szempontból, és talán ez nem is egy semmiképpen nem, inkább úgy mondanám, egy marketing célú, mert itt a gyógyításáról van szó. Csorvási Andi nagyon örült az újabb felajánlásoknak. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki adakozott és hitett, hogy köszönöm szépen a segítséget, és mindenkinek boldog, békés karácsonyt kívánok. Egy 9 éves halasi fiú meséje bekerült az ország 77 legjobb kitalált története közé. Ritter Rafael írását a szigorú zsűri méltónak találta arra, hogy országvilág olvashassa a világhálom. Egy szavazás nyomán azonban Kuka Sára meséje elhangozhat a Kossuth Rádióban is. Kuka Sára, Kuka Sára. Kuka? De hát nincs is kuka a szobámban.
gondolataim cikáztak a fejemben. Hát ezen a versen én is megsértődnék, az is biztos, nagyon sértő. De miért bántják? A 9 éves Ritter Raffael a Fazekas Gábor utcai általános iskola 3. A-s tanulója. A diák egy mesepályázaton szerepel sikerrel. Kuka Sára története bekerült a legjobbak közé. Egyik osztálytársammal sikerült ezt kitalálnunk. De utána hát elkezdtem megírni gépen. Anyukám segített, mert akkor rá volt törve a kezem. És az utolsó pillanatban küldtük be. Mennyi idő alatt készültem? Egy nap alatt, október 30-án. Rafi mellett még 3 próbálkoztak az osztályból meseírással. Csontos Tamara Kira a Jó tett helyébe jót vált címmel vetette papírra gondolatait. Anyukám kicsit segített nekem a címében, megmondta, de én találtam ki azért a szövegét, és arról szól, hogy egy fiú ment szerencsét próbálni, és egy öreg emberrel találkozott, aki ilyen virágőrzője volt, és azt a virág, hogy csak akkor kapták meg azt a virágot, hogyha a gonosz boszorkánytól a varázserejét valahogy elcsempészik, hogy meg tudják szerezni a feleségét. Arda Jaliz egy modern történetet kerekített. Két barát, mindketten ruhatervezők akarnak lenni, és meg is próbálják, de volt egy gond, és akkor ezért újba kellett kezdeni minden tanulást, meg mindent. Ritter Raffaelnek esélye van arra, hogy meséje elhangozzon a Kossuth Rádióban. Ehhez viszont szavazni kell a www.nagymese.hu oldalon december 13-áig. Minden esetre Rafi osztálytársai már megtették azt, ami tőlük tellett. Gyerekek, van-e már, aki szavazott a Rafira? Ki az? Gyorsan tegye fel a kezét. Az ünnepélyes gála műsor a december 15-én szombaton kerül sor a Magyar Rádió Márvány termében. Több százan lépnek parketre. Vasárnap ismét megrendezik Kiskunhalason a Rex Terra kupát. A városi sportcsarnokban különböző korosztályokban mérik majd össze tudásukat a versenytáncosok. Kiskunhalason már több mint 20 éve rendezünk minden évben versenyt, és mint Rex Terra kupa az idén a 9. lesz. December 9-én, tehát most vasárnap a Vári Szabó szakközépiskolának a sportcsarnokában kerül megrendezésre ez a jeles táncverseny, ami annyiban más, mint ezek előtte lévő években, hogy rendezünk egy Rising Star latin versenyt, ami ugye este felé kerül megrendezésre, a gála, tehát tulajdonképpen egy ilyen gála keretében, és talán az lesz a napnak a csúcspontja, amit mindenképpen érdemes megnézni. A verseny érdekessége az, hogy ez az év utolsó versenye a szövetség versenyei közül, és az azt jelenti, hogy nagy szerencsénkre nagyon sok páros nevezett, több mint 150 pár fog az egész ország területéről parketre lépni. Sok kis ember, sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztatja a világ arcát. Ezzel a Mandinka szólással, ezzel az üzenettel ma kora délután megnyílt a kiskunhalasi pszichiátriai és fogyatékos betegek otthonának hagyományos kiállítása a Közösségek Házában. A Szorgos Kezek című tárlaton az intézmény lakói a közelmúltban készített, legjobban sikerült alkotásaikat mutatták be a nagy közönségnek. A megnyitó különleges hangulatát, az ünnepvárás izgalma is meghatározta. Van, hogy egy-két nap alatt elkészül egy szőnyeg, de van, hogy heteket kell várnunk, hogy elkészüljön például a szőnyeg. Szociális foglalkoztatás keretében dolgoznak, munkaszerződéssel, munka megállapodással, tehát őket köti azért a munkaidő, ott vannak, csak nem mindig olyan gyorsasággal készülnek a termékek, ahogy szeretnénk. 2008 óta hagyományán váló kiskunhalasi pszichiátriai és fogyatékos betegek otthon lakói által készített termékeket állítunk itt a művelődési házban. Ezek a termékek megvásárolhatók a kiállítás után. 2 hétig lesz itt megtekinthető a kiállítás.